Az örök kérdés, hogy hogy álljon a hajam. Elől legyen, hátul legyen. El legyen tűrve a fülem mögé, vagy mit kezdjek vele? Na mindegy. Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán. A mai videó ismét egy vágatlan verzió lesz. Kicsit aggódom, mert a mai téma az szerintem egy kicsit keményebb, mint a legutóbbi. Ó, és mire kimondtam, hogy keményebb, egy madár neki csapodott a szegényke az üvegemnek. Na jó. Tehát fókuszáljunk a feladatra. A mai témánk az a karantén tanulságok, és hát ez alatt szerintem ahányan vagyunk, annyiféleképpen tudunk levonni következtetéseket, és nem is akarok itt okoskodni, meg nem akarok itt Evelyn Coelho-skodni, meg nem is akarok nagyon deepbe menni, mert valahogy mindenki másként élte tényleg meg ezt az időszakot, és én csak a magam nevében akarok és szeretnék is beszélni, bár nagyon bizonytalan voltam azzal kapcsolatban, hogy mit évő legyen ez a videó egyáltalán, vagy ne legyen, és meg is kérdeztem a barátnőimet róla, el is mondtam az aggályaimat, hogy miért kéne, hogy inkább ne legyen, és mindenki mondta, hogy igen, egyetértünk veled, ne legyen. Na, akkor most mit csinálok én itt mégis? Úgy látszik, szeretek veszélyesen élni. Azért voltak kétségeim a téma kapcsán, mert szerintem a legtöbben már örülünk, hogy végre ennek vége van, és visszatérhetünk a régi kerékvágásba, a régihez hasonló kerékvágásba, és már mindenkinek tele van a hócipője, hogy karantén téma van itt a levegőben. De hát azért ez a 2,5 hónap szerintem mindenki számára egy igen kihívásokkal teli időszak volt a maga szintjén, és azért ne menjünk el mellette csak úgy. Vannak egyébként jegyzeteim a mai videóra, és egyébként olyan 10 percben maximalizáltam a dumálást, úgyhogy mondom, nem akarok itt nagyon elveszni a részletekbe. Valóban nehéz az, hogy melyik végéről fogjam meg ezt a témát, hol kezdjem a dolgokat. Talán úgy indulhatna az egész, hogy nekem volt réges-régen egy nagyon vad álmom, ami most megvalósult. Nekem az volt a nagy álmom, hogy egyszer legyen egy olyan időszak az életemben, amikor úgy vonulhatok el a világ elől, vagy úgy lehetek a saját magam csendjében, hogy ne kelljen erről beszámolnom senkinek se, és mindenki fogadja csak el azt, hogy én akkor most így a magam világába így elmegyek egy időre, és mindenki hagyjon békén, és ne legyen nekem késztetés az, hogy minden áron be kelljen számolnom arról, hogy én miért tűnök el a világ elől. Ez egy ilyen nagy vágyam volt mindig is. Aztán erre jön a koronavírus, és az egész világ átélte ezt a pillanatot, ez azért, hát na, szóval jól gondold meg, hogy mit kívánsz, ugye, tartja a mondás. Én azért nem gondolkodtam ennyire globálisan, csak a saját magam kis szintjén, de a lényeg az, hogy megvalósult ez a terv, és egy nagyon furcsa dolgot vettem észre. Egyrészt, hogy én imádtam. Tehát abban a nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem egyetlen családtagomat sem érintette ez a vírus, illetve a családtagjaim munkájára sem volt ez ráhatással, illetve az én munkámra sem volt, tehát én ugyanúgy dolgoztam. Én valójában megdupláztam a munkám mennyiségét, mert számomra érdekes módon ez az időszak azt váltotta ki, hogy akkor még több videót készítek, biztos rengeteg ember vágyik arra, hogy több tartalmat kapjon az arcába, akkor hajrá, motivált vagyok, gyerünk, nyomjuk, és aztán azt vettem észre, hogy ennek az időszaknak most így vége van, már több mint egy hete, mikor ezt a videót rögzítem, és azt vettem észre, hogy én pedig így kezdek leereszteni, mint egy lufi, és szó szerint én akkor pörögtem, amikor ez az elzárt időszak volt, most pedig, hogy már minden visszatér a valóságba, kezdek megint leereszteni, és tényleg egy hete próbálom ezt a videót felvenni, de nem találtam a szavakat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy csak egy dolog segíthet, ha bedobom magam a
mély vízbe, és ezt így vágatlanul most felrántom, és lesz, ami lesz. Szóval most, hogy végre újra lehetne élni az életet, én addigra megint így begubózok. Azért szerintem ez sok mindent elárul. Így a világgal való viszonyomról. Szóval időm az nem lett több, nyilván. A feladataimat megdupláztam, viszont ami nagyon pozitív volt, hogy sajnálom, de hát egyszerűen muszáj ezt itt igazgatnom közben, mert látom a kis képernyőn, hogy így lapos, meg össze-vissza áll, meg jó, nem menjünk bele. Tehát a lényeg az, hogy sokkal több időt tudtam úgy egyedül tölteni, hogy tényleg nem kellett találkozni senkivel, akivel nem akartam, nem kellett kötelezően elmennem helyekre, ahova nem akartam, és bár ugye az időm ugyanannyi maradt, mégis az egyedül létre fordított idő az számomra így mindent vitt. Illetve sokat voltam a természetben, tényleg nagyon sokat kirándultam, sétáltam, amikor csak tehettem, elcsíptem a naplementét, és ezt tudom, hogy bárhol máshol az ember megteheti. Tehát, hogy ennek nem kell, tehát nem kell karanténnak megtörténnie ahhoz, hogy az ember ezeket észrevegye, és nem is mondom azt, hogy nekem csak ez segített abban, de észrevettem, hogy én most már minden nap látni szeretném a naplementét, és minden nap kimentem a kedvenc helyemre, hogy megnézzem a naplementét. Sokkal több időt töltöttem a családommal, kiemelten a nagymamámmal, akire szegénykére mindig a legkevesebb idő jut. Tehát szerintem ezt sokan ti is meg tudjátok erősíteni, hogy a nagymamákra már csak az ilyen felszínes dolgok maradnak. Ez a na és hogy megy a suli, na és hogy megy a munka, na és mikor mész már férjhez. És akkor tudjátok, mennek ezek a kérdések, és így meg is ragadtok. Viszont nekem volt olyan szerencsém, hogy a nagymamámmal 2-3 olyan alkalmat is el tudtam tölteni, amikor így több órát egy húzamban együtt voltunk, és olyan régi családi történetekről mesélt, hogy leesett az állam, akárhogy honnan származott az ő családja, hogy mesélt az ő édesapjáról, a testvéreivel való kapcsolatáról, hogy ő, mit tudom én, múltkor olyanokat mesélt, hogy amikor anyukámmal terhes volt, akkor ő hogy érezte magát, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon lementünk itt a mélyekbe, de megmondom őszintén, tehát ezek ilyen pótolhatatlan pillanatok és határtalan értékkel bírnak számomra, tehát hogy ezt javaslom mindenkinek, hogy próbálja meg a nagymamáját egy kicsit jobban megismerni, mint azon kívül, szia mama, hogy vagy, Mizu, oké, találkozunk valamikor, majd jövünk. Aztán amiket felírtam, mert hogy azért úgy csinálgattam is dolgokat, de ez fontos most így elmondanom, hogy tényleg ez a karantén időszak, ez nem arról szólt, hogy ki hány nyelvet tanult meg, kinek milyen kockás hasa lett, ki, nem tudom, főzte le a... Na most egy jó példát akartam mondani, de hogy nem tudom, hány menisort főzött le, vagy... Szóval nem arról szólt, hogy ki... mit tett le az asztalra ebben az időszakban. Picit éreztem, hogy volt egy ilyesfajta nyomás, vagy hát egy ilyen hangot hallottam vissza, hogy bizony vannak emberek, akik nem akarnak csinálni semmit, és nekik ez tök jó, és csak nyomják a Netflixet egész nap, és hogy ez itt tök jó. És amúgy ez tényleg tök jó. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem, hogy ez az időszak nem arról szólt, hogy hogyan licitáljuk túl a másikat, hanem egyszerűen csak mindenki csinálja azt, amihez kedve van, és hogyha valakinek ahhoz van kedve, hogy sokkal többet olvasson, mert most végre van rá lehetőség, akkor az remélhetőleg megtette, és én pontosan így voltam. Sikerült majd 2000 oldalnyi fantasyt olvasnom, ami így fantasztikus dolog, aztán az edzéssel is egy kicsit... Tessék! Lejárt a 10 percem? Basszus, nem már! 5 perccel elhalasztva. Oké, térjünk a lényegre. Tehát az edzéssel is tudtam egy kicsit így barátkozni, meg pici újdonságokat is így felfedeztem magamon, hogy wow, vannak hasizmaim? Szóval ez valóban nagyon jó volt. Aztán tényleg ugye a bőrápolásra fókuszáltam jobban, egy kicsit próbáltam kiokosodni a témában. Volt, amelyik részben sikerült, volt, ahol annyira nem, volt, amit még jobban körül kell járnom, akkor megint elkezdtem így a bőröm témájával foglalkozni.
amit már pár éve abba hagytam, de most így megint érzem, hogy oké, gyerünk, csináljuk, mert most már szeretném tudni. Ez így változik. Egyszer van érdeklődésemre, egyszer nincs. Sikerült egy kicsit a projektjeimmel is haladni, főleg a festéssel, úgyhogy ez nagyon jó volt. Itt van egyébként mellettem a legutóbbi kis művem, még nincs befejezve, de fú, annyit mondok, hogy kék, fehér és fekete, és nagyon szép. Na de majd erről később. Aztán alig volt rajtam smink, Jézusom, hogy felejtettem ezt el? Olyan jó érzés volt ma ezt összehozni. Tudjátok, hogy milyen kínlódás volt? Tehát, hogy így szó szerint. Tehát múltkor próbáltam egy tusvonalat húzni. Nem ment. Nem ment. Egyszerűen nem ment. Tehát nagyon, nagyon kemény. Aztán egy mesterkurzust végeztem el, mármint ezt úgy kell érteni, hogy van egy színész, aki tartott egy mesterkurzust, és én azt hallgattam végig, mielőtt így félre értenénk a dolgot, szóval őtől lepróbáltam így egy kicsit így elszippantani pár jó gondolatot, és a baráti kapcsolataim is szerintem erősödtek. Néhány barátnőmmel non-stop ment a hangüzizés, és tényleg nagyon-nagyon sokat segített, vagy nem segített Jézusom, hanem nagyon sokat adott hozzá a barátságunkhoz, inkább így mondanám. És ami nagyon fontos volt számomra, hogy olyan dolgokat tudtam elrendezni, amelyeket hónapok vagy évek óta halasztgattam. Szóval igen, sok mindent csináltam ez alatt a 2,5 hónap alatt, ugyanúgy munka mellett, de azért én is döglöttem. Én is Netflixeztem, én is néztem a sorozatokat. Szóval, hogy próbáltam egy jó kis balanszot összehozni, hogy azért ne kerüljek be így a mocsárba, de azért próbáljak produktívnak is maradni, és hát azért összességében nekem nem változott az életem. Szóval én eddig is ugyanilyen életet éltem, mint a karantén ideje alatt. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, de hogy nekem ilyenek a mindennapjaim, és engem úgy nem vágott fejbe ez az egész változás, ami bekövetkezett a világban. Na, mit írtam még fel? Azt hiszem, hogy talán még annyit, hogy ami nekem ilyen karantén tanulság, az biztos az, hogy a jövőben megfontoltabban fogok utazni. Már volt egy időszakom, amikor tényleg azt éreztem, hogy többet vagyok a levegőben, mint a földön. Átvitt értelemben is, és reálisan nézve is, és ebben szeretnék egy kicsit tudatosabb lenni, illetve ez az időszak most úgy kb. Mindenre nemet mondatott velünk, és ezt a jó szokást, ezt meg akarom tartani, karanténtól függetlenül, hogy ne menjek el olyan helyre, ahova nem akarok, ne találkozzak olyannal, akivel nem akarok, és szerintem ez egy hasznos tanulság számomra. Na nézzük! Azt persze nem is említem, mert ez egy ilyen örök kettősség bennem, hogy igen, amúgy Budapesten élek, de most ezt az időszakot a szüleimmel töltöttem, de majd vissza kell térnem Budapestre, és nem akarom felvenni újra azt a pörgést, azt a stresszt, azt a rohanást minden esetben, szóval ott majd óvatosan kell balanszolgatni megint, hogy oké, haladjon az élet, meg legyen úgy pörgés, de az ember ne tolja túl. Ez lesz a legnehezebb szerintem, de azért várom már, hogy találkozzak személyesen a többiekkel, meg újra egy kicsit úgy elinduljon így a flow. Úgyhogy igen. Na, hát ennyit így hirtelennyében. Azt mondja, 14 perc, Jézusom. Ahhoz képest, hogy 10 percben maximalizáltam magam, és hogy amúgy nem is tudom, hogy mit mondjak ahhoz képest. Na jó, azzal zárom a dolgot, hogy kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen karantén tanulságok. Jó, oké. Igen, ismét jelzett az óra. Tehát, hogy ti miket szűrtetek le ebből az időszakból, hogyan éltétek meg, kíváncsi vagyok rá, és milyen tanulságokat visztek tovább így a jövőre. Ezt a témát még lehetne bőségesen boncolgatni, de én most itt befejezem a dumát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót. Túléltem, oké? Legyen nagyon szép napotok, és vigyázzatok magatokra, hamarosan találkozunk egy friss videóban. Addig is tessék pezsegni, sziasztok!